Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Mai napon Szent Márton püspökre emlékezzünk, őt ünnepeljük, aki templomunk, egyházközségünk és egész egyházmegyénk védőszentje. Nagy öröm ünnep a mai nap számunkra, hiszen az Isten hűséges főpapját ünnepeljük, akit kiválasztott, akit népe számára vezetőül rendelt, akit megbízott, hogy Krisztus titkainak őrzője és Krisztus titkainak tovább adója legyen. Sámuel első könyvéből vett igével hív meg bennünket az egyház ma közös Isten dicséretünkre Szent Márton püspök ünnepén. Hűséges papot támasztok magamnak, ő majd mindent szívem szerint tesz, ahogyan kívánom, mondja az Úr. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. Thank you.
könyörögjünk! Istenünk, Tóri Szent Márton püspök, a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetettől se élet, se halál el ne szakítson minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívőeket, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját, hogy megvigasztalja mind a gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak a hamu helyében. Örömnek olaját, a gyászruha helyet, a szomorúság lelke helyet meg ünnepi öröméneket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hadd énekeljem örökké, Urunknak irgalmas jóságát. Hajd énekeljen örökké!
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, törekedjetek értékesebb adományokra. Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat. Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétozhatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevény. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek. Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Alleluja! Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja juhokat a kosoktól, a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot, mert éhes voltam és ti ennem adtatok, szomjas voltam és ti innom adtatok, idegen voltam és ti befogadtatok, ruhátlan voltam és ti betakartatok, beteg voltam és ti fölkerestetek, börtönben voltam és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?
Akkor a király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ezek az evangélium igényi. Krisztusban szeretett testvéreim, nagy öröm ünnep a mai nap egyházközségünk, közösségünk számára, hiszen ma Szent Mártont ünnepeljük, aki ennek az egyházközségnek, ennek a közösségnek a védőszentje. Szent Mártont, akivel nyugodtan mondhatjuk azt, hogy évszázadok óta sokkal élénkebb, sokkal bensőségesebb a munkácsi híveknek a kapcsolata, hiszen védőszentjükként, pártfogójukként tiszteljük őt. Hiszen amikor rá tekintünk, akkor még a mai napon is, a mai időben is tudunk tanulni az ő életpéldájából, az ő örökké aktuális életpéldájából. Hiszen ha megnézzük időben, nagyon hosszú idő választ el bennünket Szent Mártontól. Nemrég emlékszünk, a Szent Márton évét ünnepeltük, és akkor emlékeztünk az ő születésének 1700. évfordulójára. Tehát már több mint 1700 évvel ezelőtt született, nagyon-nagyon rég, és mégis annyira élénken él az ő tisztelete és az ő szeretete mindannyiunk szívében, nem csak itt Munkácson, hanem mondhatjuk nyugodtan, hogy egész Európában. Hiszen az egyik legnépszerűbb szentek közé tartozik Szent Márton, aki az első olyan szent, aki nem vértanú szentként került a szentek sorába, az ő ideig csak a vértanúkat tisztelték szentként, ő volt az első, aki nem vértanúként fejezte be az életet, és mégis az egyház szentként tiszteli, és szentként fohászkodik hozzá. Kedves testvéreim, mi az, ami megragadó, ami ma is aktuális Szent Márton életében? Nem véletlen, hogy azokat a szentírási részeket hallottuk, amiket ma elénk ad az egyház, hiszen a szentírás, az Isten szava mindig olyan előttünk, mint egy tükör. Egy tükör, amelybe belenézhetünk, és amelyben megláthatjuk azt, hogy mennyire is hasonlítunk mi az Úrra, hiszen az Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. És azok a szentírási részek, amiket ma elénk ad az egyház, nagyon szépen jellemzik számunkra Szent Márton püspöknek az életét, elsősorban az ő szolgálatát, amiből néhány momentumot szeretnék ma az elmélkedésünkben kiemelni. Az életét mindannyian ismerjük, éppen ezért erre a néhány momentumra szeretnék rávilágítani, és ezt a szívünkre helyezni a mai ünnepen. Először is tudjuk azt, hogy Szent Mártonnal kapcsolatos leghíresebb történet az, amit az oltárképünk is ábrázol itt a templomban, amikor a didergő koldust meglátja ott egy hideg téli estén, amilyen városnak a kapujában. Ez a római katona, Márton, aki akkor már katekúmen készül a keresztség fölvételére, és látja ott azt a didergő, szinte mezítelen koldust abban a téli hidegben, és úgy érzi, hogy az Isten számára rendelte oda azt a koldust, hogy az ő segítségére legyen, és mit tesz? Tudjuk mindannyian, fogja a köpenyét, kettévágja, és odaadja a koldusnak. És aztán éjszaka álmában az Úr Jézus látja, aki azzal a köpennyel a vállán ott áll az angyalok között, és szinte mint egy eldicsekszik azzal, hogy Márton, a katekúmen az, aki felöltöztetett engem. Mit hallunk a mai evangéliumban? Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, azt velem tettétek. Ami Szent Mártont örökké, mondhatjuk azt, a világ végezetéig, amíg keresztények élnek a világon, akik tisztelik őt, tehát örökké népszerűvé teszi az irgalmas szeretet, amit gyakorol. Nem csak ez volt az egyetlen jó téteménye, gondolom, csak ez volt az egyetlen jó téteménye, de hogy is az egész élete tele volt jó téteményekkel. Olvassuk azt az életrajzában, hogy már katekumenként mindenkinek igyekezett segíteni, megosztani azt, amilyen van. És amikor látjuk ezt a helyzetet ott, annak a városnak a kapujában, és Mártonnak a cselekedetét, akkor azt mondhatnánk, hogy a szeretet az találékony. Mert azzal segít, amilyen van. A lehetőségeihez mérten segít.
megtette volna azt, hogy ott áll a kapuban, meglátja azt a szerencsétlen kórus, és azt mondja, hogy ó, várjál csak, hát nekem most itt nincs semmi, amit adhatok, visszamegyek a városba, keresek majd valamit, visszajövök és betakarlak. Mint amikor mi is nagyon gyakran találkozunk rászoruló vagy szükséget szenvedő embertársainkkal, és akkor szinte kimosakszunk, és azt mondjuk, hogy ó, hát nekem nincs lehetőségem segíteni. Vagy azt mondjuk, hogy hát igen, rászoruló, ha nekem lenne ez vagy az. Szent Márton püspök nem állt ott, hogy hát látod, kedves testvérem, hogy látom, hogy ilyen szegény vagy, és itt didergel, de hát nincs semmim, látod, itt nincs sem egy takaróm, odaadnám neked. Ha lenne nekem valami oda. Nem így kell segíteni, hogy ha ez lenne, meg ha az lenne. A szeretet találékony. Mindig van nálunk egy megosztani való szelet kenyér, vagy egy megosztani való palás, ahogy a Mártonnál volt. Mindig abban a szituációban, amiben vagyunk. Nyilvánvaló, amink nincs, azzal nem tudunk segíteni, és nem is várja tőlünk az Úr, hogy azzal segítsünk. De amink van, azzal segíteni tudunk, és segíthetünk is a másikon, mint ahogy a Márton püspök is tette. Mindig megtalálta a módját annak, hogy segítsen, hogy nélkülöző embertársa mellett legyen. Mindig megtalálta azt a lehetőséget, ami a kezében van, és rengeteg lehetőség van a kezünkben arra, hogy segítsünk a másikon. Nem is biztos, hogy mindig azt várja, hogy adjunk valamit, mi sokszor azt gondoljuk, hogy adni kell, és akkor segítek. Nem biztos. Lehet, hogy arra van szüksége, hogy odálljak melléje, és megfogjam a kezét, és vigasztaljam, és mellette legyek, vagy csak egyszerűen meghallgassam. És kimondjam, hogy fontos vagy számomra, vagy ki sem mondjam, csak érezze azt. Hála Istennek a történelem folyamán rengeteg ilyen Márton püspök lelkületű keresztény élt és él ma is az egyházban. Aki megtalálja mindig annak a módját és annak a lehetőségét, hogy ott legyen nélkülöző, szenvedő embertársa mellett. Aki észreveszi, mert ez az első észrevenni a másik embernek a nyomorát és a szenvedését, hiszen elmehetett volna ott a lóháton mellett úgy is, hogy oda se pillant arra a koldusra, hát ő egy római katona volt, nem fog foglalkozni egy koldussal ott az út szélén. De mégis észrevette ez az irgalmas szeretetnek a gyakorlása. Mert ebben a didergő koldusban Krisztus látta, és olyan jó lenne, ha milyen a szívünkbe vésnénk azt, amit az Úr Jézus mond az evangéliumban, már 2000 éve elhangzott, és még mindig olyan nehéz elhinni gyakran a keresztényeknek azt, hogy az, aki kér tőled, az, aki szükséget szenved, az, akin segíthetsz, az maga Jézus Krisztus. Testvéreim, az maga Krisztus. És akkor gondolkodunk sokszor, hogy mit kellene tennem, hogyan kellene segítenem, kin kellene segítenem, azon, akit látsz, akit oda tett, oda állított az Úr mellét. Szent Márton úgy érezte, hogy azt a koldus neki küldte az Úr, hogy ő legyen segítségére. És nem kezdett magyarázkodni, hogy hát milyen igazságtalan a szociális rendszer, és az ilyeneket el kellene látni, és hogy nem. Hanem tudta, hogy mit kell tennie. Érezte, hogy mit kell tennie. Mert a szeretet mozgatta őt. Hogyan hallottuk a mai második olvasmányunkban Szent Pál apostolnak a szavait, hogy minden hiába való, a nyelvek is elhallgatnak, a prófétálás, a tudomány, minden megszűnik. Csak a szeretet marad meg. Miért, testvéreim? Mert a szeretetre nem azt mondjuk, hogy ami, hanem a szeretet, aki. Mert az Isten a szeretet. És aki az Istenben van, az, aki a szeretetben van, az az Istenben van. És ezért nem szűnik meg a szeretet. Szent Márton püspöknek a példája ezért világító ma is. És ezt kellene megtanulni tőle. A következő, amit kiemelnék Szent Márton püspök élete alapján, az ő erényei közül, az a békességszerző. Az Úr Jézus a boldogságok között is említi, hogy boldogok a békesség szerzők, mert Isten fiainak fogják őket hívni. Márton püspökről tudjuk azt, hogy mennyit tett a békességért. Sokszor a vitatkozó és az egymással szinte ellentétben álló papjait is állandóan intette, állandóan beszélt nekik,
és nagyon sokat imádkozott értük, rengeteget tett a békéért. És hát az ő szavai is azok, hogy nem harcolhatom. Tudjuk azt, hogy nem az ő akaratából, hanem édesapja akaratából lett ő római katona, nem mert ő szeretett volna lenni, de amikor a kereszténységgel találkozik, és amikor eldönti, hogy megkeresztelkedik, akkor kilép, és azt mondja, nem harcolhatom. Mert tudja azt, hogy meg kell vívni ugyan a harcot, de más szinten és más fegyverekkel. Mert az embernek az élete harc, az egész élete. Mit mond Pál apostol a második Timóteus levélben az ő kedves lelki gyermekének, Timóteusnak, hogy a jó harcot megharcoltam. A pályát végül, tehát a harcot megharcoltam, az embernek az egész élete harc. De nem e világ fejedelemsége ellen, hanem a bűn ellen, a gonosz ellen, sokszor önmaga ellen. A legnehezebb harcot önmagunkkal vívjuk, a saját gyengeségeinkkel, és tudta, hogy neki ezzel kell harcolni, és nem karddal a másik ellen. Beszél Pál apostol is a lelki fegyverekről, az imádságról, az elmélkedésről, és tudjuk, mi is ismerjük ezeket a lelki fegyvereket, amik a kezünkben vannak, az imádság, a szentségimádás, a szentáldozás, a szentgyónás, a szentségek, ezek mind azok az eszközök, amik segítenek bennünket a harcban. De ugyanakkor egymás felé békességben élünk, és a békét építjük. Márton püspök is, amikor ott sírnak szinte a papjai mellette, már nagyon gyenge volt, és úgy látszott, hogy hamarosan meghal, visszatér a teremtőjéhez, akkor azt mondja, hogy a te akaratod legyen meg. És az a következő, ami fontos nála, elfogadni mindenben is mindig az Isten akaratát. Ha úgy döntöttél, hogy hozzád kell menjek, megyek, de ha még maradnom kell és dolgoznom, ez is az ő híres mondata, non recuso laborem, vagyis nem vonakodom a munkától. Isten szolgálja boldog emlékű Márton Áron erdélyi püspöknek ez volt a úgymond püspöki jelmondata, és ő is Szent Mártontól vette ezt. Emlékezzünk erre a mondatra, és véssük mélyen a szívünkbe. Nem vonakodom a munkától. Nem vonakodom annak a feladatnak a teljesítésétől, amit az Úr bízott rám. Megint csak Pál apostolnak a szavai juthatnak az eszünkbe, aki azt mondja, hogy mit nem törődöm az életemmel. És nem aggódom semmiért, csak hogy tegyem azt, hogy teljesítsem azt a feladatot, amit az Úr rám bízott. Az Úr mindannyiunkra feladatot bízott. Nem csak úgy tengünk, lengünk itt az életben. Mindannyiunknak célja van. És nekünk igent kell mondani erre az isteni akaratra, erre az isteni tervre. És csak akkor leszünk boldogok, hogyha kimondjuk ezt az igent szívünk, lelkünk mélyéből. És ha kimondjuk azt, hogy nem vonakodom a munkától. Látjuk tehát azt, hogy van mit tanulni tőle. A katonától, de nem e világ katonájától, hanem Krisztus katonájától. A harcot, az irgalmasságot, a békesség szeretetet, mindez jellemzi az ő életét. Mindezt megtette is, és mindezt megélve, nem sokkal a halál után, nagyon rövid idővel a halál után, már is szentként tiszteli, már is zarándokolnak a sírjához, már is kérik az ő közbenjárását az emberek, mert érzik azt, hogy Isten embere. Testvéreim, föl kell ismerjék bennünk az Isten emberét, a Krisztus tanítványt, ahogyan fölismerték kortársai Szent Márton püspökben is, aki nagyon is megértette, hogy mit jelent az, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. És olyan jó lenne, hogyha Szent Márton püspökre úgy emlékeznénk, hogy kérjük az ő közbenjárását, hogy kérjük az ő segítségét, az ő mennyei pártfogását, hogy a keresztényeknek Szent Márton püspök ezt a követendő példát jelenteni, és nem mindenféle parádékat, meg libakóstolókat, meg mindenféléket tartanánk Szent Mártonra fogva ezeket a dolgokat. Semmi közehez Szent Mártonnak, testvéreim. De a krisztusi szeretethez, az életben megélt és megvalósított evangéliumhoz igenis köze van, és példakép mindannyiunk számára.
A szentek és Szent Márton azért fontosak a mindennapi életünkben, mert húsvér emberek voltak, ugyanolyanok, mint mi, de megvívták a hit harcát, és méltóvá váltak arra, hogy üdvözüljenek, Istenhez kerüljenek, és ez mit üzen számunkra, testvéreim? Hogy nem lehetetlen üdvözülni. Nem könnyű, de nem lehetetlen. Hogy nem lehetetlen elérni azt, amiről az írás így szól, legyetek szentek, mint ahogyan szent a ti mennyei atyátok. Vagy az Úr Jézus szavai, legyetek tökéletesek, mint ahogyan tökéletes a ti mennyei atyátok. Nem lehetetlen. Mert sokszor bukdácsolunk is, azért, jaj, de nehéz, leestem megint, bűnt követtem el. Na de amikor a szentekre tekintünk, és Szent Mártonra, akkor azt mondhatjuk, ha neki sikerült, akkor nekem is sikerülni fog. Nem a saját erőmből, nem mert olyan tökéletes vagyok, hanem mert Isten kegyelme működik bennem. Mert Isten kegyelmét fogadom be az életembe. És ahogyan Szent Pál mondja, Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. Mert az ő kegyelme, az ő ereje működik bennem. Mert önmagamtól csak a gyengeségre vagyok képes, de amikor gyenge vagyok, akkor van ott az Isten ereje, aki fölemel, és aki magához emel. Szent Márton püspököt magához emelte, és oda vár bennünket is abba a dicsőségbe, ahol ő van. Mai ünnepen tehát, amikor örömmel telik el a szívünk, amikor hálát adunk Szent Márton püspöknek az életéért, a példájáért, akkor kérjük is azt a kegyelmet a mindenhatótól, hogy Szent Mártonhoz hasonlóan megértsük az evangéliumot, meghallgassuk az evangéliumot, de leginkább tettekre váltsuk. Mert akkor van biztos útunk az üdvösségre. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, hazánk földjén született és töltötte ifjúkorát Szent Márton püspök, a mai napon őróla emlékezünk, és az ő támogatását remélve terjesztjük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, Antal megyés főpásztorunk és papjai Szent Márton püspök lelkületével végezzék apostoli munkájukat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a te szent néped áldozatos lélekkel gyakorolja az irgalmas felebaráti szeretetet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy híveid anyagi javaikat Szent Márton példája szerint osszák meg rászoruló testvéreikkel.
kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a betegek Szent Márton alázatával fogadják kezedből akár az életet, akár a halált. Kérünk téged, hallgass meg minket. És végül add, hogy elhunyt szeretteink irgalmadból a szentek boldogságában részesüljenek. Kérünk téged. Áld meg kegyelmeiddel és segítségeddel születésnapjukat ünneplő testvéreinket, 76. születésnapját ünneplő Jenő testvérünket, Szvetlána testvérünket, valamint 87. születésnapját ünneplő Miklós testvérünket. Kérünk téged. Add meg a felgyógyulás kegyelmét és minden segítségedet beteg János testvérünknek. Add meg a testi-lelki egészség kegyelmét, minden segítségedet László, Inga, Viktor, Marianna, Otto és családja számára, a Balogh család számára, Margit és családja számára, Martin, Otto, Vilmos, Marianna, Mária Magdolna, a Straha család számára, Tibor és családja számára, Krisztina és családja számára, Jenő és családja számára, Sándor, Anasztázia, Katalin és családja számára, Ágnes, Julianna, Viktória, Valentina és családja számára, Natália és családja számára, Sándor és családja számára, Júlia és családja számára, Szilvia és családja számára, a Tangel család számára, Kovács család számára, a Butkai család számára, Katalin, Bertalan, a Belinszki család számára, a Krajs család számára, Beáta és családja számára, Zoltán, Mária, Margit és családja számára, valamint a Tóth család számára. Kérünk téged. Add meg segítségedet és minden kegyelmeidet Ottónak és Vilmosnak munkájához, Mihály testvérünknek tanulásához, Krisztina testvérünknek munkájához, Mihály megtérésében, Ottó szerencsés utazásáért, Veronika utazásáért és István testvérünknek munkájához. Fogadd el testvéreink hálaadását a kegyelemért és segítségért, Mihály és családja hálaadását, Martin és Natália, egy család békéért, valamint Jenő testvérünk hálaadását. Add meg az örök boldogság kegyelmét a te országodban, elhunyt Anna, Klára, Miklós, József, Krisztina, Károly, Mária, Béla, Rudolf, Ludvig, Zenek, Éva, Jenő, Béla, Edit, Viktor, Bertalan, Viktor, Irén, Gizella, Mária, Péter és Julianna testvéreinknek. Kérünk téged. Add meg a boldogító színlátást a te országodban, a Szemák család elhunyt tagjainak, a Telinger család elhunyt tagjainak, elhunyt Sándornak, a Bucskó, Járó, Szlivka, Kalenics, Ruszin, Szamcsuk, Lengyel, Tangel, Machlinec, Kovács, Butkai, Streha, Szabó, Gorotyák, Lukacsina, Tóth és Csorba családok elhunyt tagjai számára. Mindenható Istenünk, Szent Márton püspök példája, lelkesítsen minket, hogy papjaid és hívő néped áldozatkész szeretetben összeforva, munkálkodjék a te dicsőségedben és az embertársak javán, Krisztus a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, amelyeket örvendező szívvel ajánlunk fel Szent Márton püspök tiszteletére, hogy egész életünkön át jó és bal sorsban egyaránt áldozatos szellemben éljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egy házadnak, hogy örvendezzék Szent Márton püspök ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttál, ige hirdetésével oktatód, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt, dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Istenünk, minden szentség forrásom, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Amen.
ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Márton püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkba, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötté, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével, legyen békesség köztünk
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
feszíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus, most tisztáld engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeimre rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőle, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem. Halálom órájára hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzá, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Könyörögjünk! Istenünk, add meg nekünk, akik az egység szentségével megerősödtünk, hogy mindenben tökéletesen egyetértsünk akaratoddal, és amint Szent Márton püspök egészen átadta magát te néked, hogy mi is joggal dicsekedhessünk azzal, hogy a tieid vagyunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, holnap a folytatásra van a mai búcsú ünnepnek, az egyházmegyei búcsú. 10:30-kor tartjuk a székesegyházunkban az egyházmegyei búcsú szentmisét. Az ünnepi szentmise főszelebránsa Stefán Szecska szepesi megyés püspök lesz, aznap a reggeli szentmise elmarad. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a holnapi búcsúra lehetőség szerint hozzanak süteményt, hogy meg tudjuk kínálni az arándokokat, süteményeket a sekrestyében lehet majd letenni, kérjük, hogy segítsenek a kínálásban is. Szentségimádás hétfőn és pénteken nem lesz szentségimádás a kápolnában, az egyházmegyei búcsú, illetve Páli Szent Vince erekéjének fogadása miatt. Két hetente tartjuk a bibliaórákat felnőttek számára, a következő alkalom most kedden lesz, 12-én 17 órakor a plébánián. Páli Szent Vince erekéjét fogadjuk templomunkba 15-én pénteken, az erekéjét a 7:30-as ukrán szentmisére hozzá kell, egész nap lehet jönni a kápolnába imádkozni. Ifjúsági lelki gyakorlat lesz Szinyákon 14 év fölötti fiatalok számára, november 22. és 24-e között vezetője Pilip Viktor atya lesz, jelentkezni 20-áig lehet Megyesi Lászlónál a megadott telefonszámon. Részvételi díj 100 grivnya, minden érdeklődő fiatal szeretettel várnak a szervezők. Megjelent a jövő évi egyházmegyei falinaptárunk, magyar és ukrán változatban is kapható, ára 4 grivnya. A mai napon vasárnap este templomunkban a város koncertet szervez az esti szlovák szentmise után 17 órától a Szent Márton városi ünnepsége keretében. A koncert után lampionos körmenetet fognak tartani a városban, mindenkit szeretettel várunk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ér, menjetek békével.